Szeretettel köszöntök mindenkit, gesztenyekrémlevest fogunk készíteni. Hozzávalók 250 g gesztenyepüré, ez natúr, tehát cukormentes, szükség van hozzá 100 g mazsolára, édesítőszerre, 1 liter tejre, illetve pudingporra. Most mi tejszínézőt fogunk használni, de aki szereti, az vaníliás pudingport is használhat, illetve majd a mazsorához szükséges lesz némi rum aroma, illetve aki szeretné eredeti rummal készíteni, az természetesen ebben az ízben is elkészítheti. Lássuk tehát, hogyan is készül. Először kiveszünk a meglévő 1 liter tejből körülbelül 1 deciliter, és bele tesszük a mazsolát, a 100 g mazsolát, egy kicsit megpukuljon, megázzon benne, és ebbe öntjük bele a tetszés szerinti mennyiségű rumot, illetve rumaromát, megszívja magát szépen, és nyilván ennek időre van szüksége, hogy megfelelően szépen megszívja magát, lehet egy kis édesítőszert is beletenni, egy kávéskanálnyi mennyiség bőségesen elegendő bele, és ezt a rumot, illetve tejet, amit itt össze kevertünk, szépen hagyjuk állni. Ez az első lépés tehát. Közben szükségünk van ugye magára a gesztenyepürére. A gesztenyepürét szépen összetörjük, és eközben, miközben ezt összetörjük, gyakorlatilag a maradék tejből még egy kevesebb ki kell venni egy pohárba. Körülbelül 1 deciliter tejet kiveszünk egy pohárba. Ebbe kerül majd bele pudingpor. Cukormentes pudingport használunk, hogy azok, akik esetleg cukorbetegek, jobban odafigyelnek a saját alakjukra, diétáznak, azok is tudják ezt a receptet fogyasztani. Ezt majd összekeverjük, a maradék tejet pedig feltesszük a gáztűzhelyre, a tűzhelyre, és masszákat villával összetörjük. És magát a pudingot pedig teljesen összetörjük. Csomómentesen ezt érdemes elkeverni, ez fogja a végén besűrűsíteni magát a leves. Csomómentesen tehát elkeverjük szépen a pudingport. Magát pedig az összetörött gesztenyét, miután fölforrt a tej, beleteszünk a tejbe. A forró tejbe beleteszünk egy teáskanálnyi édesítőszert, illetve tehetünk bele juharszirupot, szintén egy teáskanáldal, illetve csicsókaszirupot is, kinek melyik íz igazából szimpatikusabb. Majd ezután belehelyezzük magába a forró tejbe az összetört gesztenyemasszánkat. Kell még teljesen dugognia neki, mikor belehelyezzük. Gyakorlatilag miután beletettük magát a gesztenye masszát, egy ilyen folyós állagot fog fölvenni, levesszerű állagot. Szépen elkevergetjük benne. És megvárjuk, hogy egyet buborékoljon, vagyis egyet forjon az egész leves, mossza. És mikor elkezd
zubogni, akkor bele fogjuk majd tenni először az összekevert, teljesen összekevert pudingport, utána pedig a megázott mazsolát. Amikor oldalt már látható, hogy kezd megemelkedni maga a krém, illetve a leves, belerakjuk a pudingport, amit előtte összekevertünk tejjel, és takarékra vesszük. Nem kell sokat, csak egy-két percet kell kevergetni, és eközben beleöntjük a rumban és tejben feláztatott mazsolát. Ezt is szépen elkeverjük. Nagyon finom az illata neki, és nagyon egészséges. Mivel nem használhatunk benne cukrot, azt édesítőszerrel, juharszirupppal vagy csicsókaszirupppal helyettesítettük, ezért aztán cukorbetegek is fogyaszthatják. A mazsolának a szénhidrát tartalmával érdemes vigyázni, és akkor lesz jó leves, gesztenyekrém levesünk, amikor ilyen egyenletes, szépen barnás színe lesz. Elkészült a gesztenyekrém levesünk, mint főétel elé levesként, vagy pedig étkezés után desszertként kiválóan alkalmas, hűtve, illetve melegen is, látva fogyasztható, jó étvágyat kívánok hozzá!